Amikor a tetőtéri ablak árnyékolásáról beszélünk, akkor két dolgot kell figyelembe vennünk. Az első a hővédelem, második pedig a fényvédelem. Mindig át kell gondolni, hogy az adott helységben, az adott tájolásnál szükség van a hővédelemre. Például egy kis ablaknál, északi oldalon, egy fürdőszobában vagy egy mosdóban nem okvetlen szükséges a hővédelem, de egy déli, délkeleti, délnyugati oldalon, egy gyerekszobában, hálószobában érdemes foglalkozni a hővédelemmel is. Fontos tudni, hogy a hővédelmet csak és kizárólag a külső árnyékolóval tudjuk hatékonyan megvalósítani, hiszen akkor kell még megfognunk a napsugarakat, mielőtt még bejönne az üvegen keresztül. Hiszen ha belső árnyékolóval próbálkoznánk a hővédelmet megoldani, akkor az árnyékoló és az üveg között fölmelegszik a levegő, és utána lesz egy szép nagy hősugárzónk, ami tolja befelé a meleget. Jó, hogyan néz ki egy külső hővédelem? A külső hővédelő úgy működik, hogy át kell fordulnunk a tetőtéri ablakunkat tisztítóállásba. Rólódobozból kihúzzuk a rólót, beakasztjuk az ablak alján lévő kampókba, és akkor lehúzzuk a tetőtéri ablakot, akkor lejön vele a külső hővédelő is. Ez nagyságrendileg a napsugárzásnak a 60-70%-át fogja meg, körülbelül annyit is árnyékol, és ezzel azt tudjuk elérni, hogy van már egy viszonylag jó hővédelmünk, de mégsem sötétítettünk be teljesen a szobába. A másik megoldás pedig a külső redőny. Annak nagyságrendekkel jobb a hővédelme, viszont ha lehúzzuk a redőnyt, tök sötét lesz a szobában, lámpát kell kapcsolnunk. Itt érdemes mindig átgondolni, hogy mi a helységnek a funkciója, tehát jó nekünk, hogy teljesen sötétet csinálunk, vagy nem. Jó, a másik, hogyha nem szeretnénk redőnyt, viszont szeretnénk betekintés elleni védelmet, vagy csak egyszerűen besötétíteni, akkor a belső árnyékolók fognak ebben segíteni. Ez egy manuális reluxa, szabályozható lamellákkal, bárhol megállítható, irodába, gyerekszobába, tusolóba ideális megoldás lehet. Ezen kívül léteznek még fényzárórulók, amik olyanok, hogyha lehúzzuk, akkor teljesen sötétet csinál, azok is bárhol megállíthatók, kampósolettek, és még rengetegféle belső árnyékoló létezik.